apró lépés van hátra, egyetlen egy tus. És ebben a pillanatban ki lehet mondani, hogy Szilágyi Áron a világ történelemben először háromszoros olimpiai bajnok. Nyilván, mert hogy francia, tehát a franciák azért mindig számítani kell, ott az olimpiai aranyérme a franciáknak, Siklósi Gergő pedig ezüstérmes. Az utolsó 15 méter kezdődik meg, 10 méter van már csak hátra, Milák Kristóf agyonveri a mezőnyt, és Milák Kristóf olimpiai bajnok! Új olimpiai rekord, 1:51.25! És óriási lesz az öröm. Ez ilyen tus kell adni! Így kell befejezni ezt az asszót! 45 a végén Magyarországnak, és csak 40 a németeknek! Talán a kétségbeesést is látom, de lehet, hogy csak azt szeretném, és megint egy ilyen vál. Krisztián, az nem átforgatja, megvan! Megvan! Olimpiai bronzérmes, Tóth Krisztián! És az utolsó 5 méterre meg lehetne még előzni! Gyerek Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Miközben Kopasz Bálint olimpiai bajnok, és Varga Ádám a második magyar éremért, megvan a második magyar érem! Kozák Danuta próbálja a második helyre vezetni az egységet, óriási csatában az ezüstéremért, ami talán nem lett meg. Ez egy fantasztikus teljesítmény, egyetlen egy versenyt nyer Berec, de az az éremfutam, ami a leginkább számít. Scott bejön a negyedik pozícióba, ami azt jelenti, hogy Berec Zsombor egy fantasztikus olimpiai ezüstérmet szerez.
ugye nézitek magyarok, ugye látjátok, ugye halljátok, olimpiai bajnok Lőrinc Tamás! Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Leperegnek a másodpercek, Belenyuk akciózott többet, Belenyuk nyer 5-1-re, és Lőrinc Viktor olimpiai ezüstérmes Tokióban. Rasovszky Kristóf 2021-ben Tokióban olimpiai második helyezett. Ebben a pillanatban gratulálunk csodálatos úszással. És elképesztően szoros a befutó, és sikerül berúgni! Sikerül Tótkának berúgni, alig, hanem megvan az olimpiai bajnoki cím! Csipes elképesztően hajrázik, és nagyon-nagyon megközelíti az Új-Zélandit, de nem lesz már elég a hátralévő néhány méter. Ezüstérmes Csipes Tamara, Kozák Danuta pedig negyedikként jön be. Rióban nem jól szerepelve, de itt Tokióban olimpiai bronzérmes Kovács Sarolta! Bravo! Bravo és bravo! Pataki Gábor meg is köszöni a mérkőzést. Legyen a történelmi harmadik siker egymás után, olimpiai bajnok a magyar női kajak 4-es, fantasztikus versenyzéssel. Glizina, Magyari kivédi! És ezzel megvan, megvan, mert Magyari Anta még egy gólt is lő! Most pedig ez azt jelenti, ez a dudaszó, hogy a magyar válogatott a második félidőben gólt sem kapva 9-5-re legyőzi Spanyolországot.